Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula, Bemutatjuk a KMBO című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés, a Kalambó Podcast 9. része a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál a még mindig kisebb betegeskedő Horváth Ádám Tamás. A hadnagy ezúttal egy meglehetősen nehéz ügyben kénytelen nyomozni. Goldi, Bo Williamson korábbi felesége ugyanis arra gyanakszik, hogy volt férjét valaki eltette lábalól. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a férfi jelenlegi felesége Jennifer, illetve az üzlettársa Elliot Markham azt állítják, hogy Bó csak kedvenc időtöltésének hódol, vagyis utazgat a világban. Kalambó nyomozni kezd, és a holtest előkerítése érdekében elszánt lépésre kényszerül, így előtt a nyilvánosság előtt teszi nevetségesé a hadnagyot, legalábbis kezdetben. A cím szereplő Peter Folk által rendezett a Gyilkosság tervrajz alapján című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron. Szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Ha már ilyen szépen felvázoltad a szereplőket, akkor gyorsan a magyar hangokon, illetve a szinkronon robogjunk végig, mert itt van egy érdekesség, hogy ezt a részt Magyarországon a 70-es években nem sugározták, ezért nem készült hozzá erre, úgymond első szinkrona, hogy mi eddig így hívtuk. Ugye Amerikában 1972. február 9-én vetítették, tehát itt most már tartották azt az Áron által is mondott kb. három hetes normális időt, ugye az előző részhez képest, viszont Magyarországon a 70-es években nem jelent meg, ezért ehhez csak egyetlen egy szinkron készült, ez már ugye a szokásos Welcome MTV2 féle videóvog szinkron, ez 1993. május 31-én, úgyhogy itt nem lesz dupla hang őrület. Eljött Márkám a gyilkos, az építész, Bács Ferenc, és a színész, akit őt alakítja, Patrick O'Neill, aki még egy részben fog szerepelni egyébként a kalambo majd azt hiszem a hetedik évad van, tehát ő még arrébb van. Bo Williamson, az áldozatunk a Texas Milliomos, Dobránszki Zoltán, Jennifer Williamson, az áldozat aktuális felesége, Sajgál Erika, és Gold Williamson, az első feleség pedig orosz Helga. És ugye, Áron, Ádám, te is mondtad, hogy ezt a részt már Peter Falk rendezte, nem tudom, Áron, tudsz-e erről valamit, hogy Peter Fakit megnyugodott már, mert ugye volt egy részem, amikor be volt depressziózva, hogy neki már pedig beígértek egyet az első évadból. Hát mégis megtörtént. Megtörtént. Ez az első évad utolsó része egyébként hivatalosan, és utána kezdődik majd a második évada és így kapta meg Peter Folk, hogy addig hisztizett, meg több rész forgatása alatt is kiment a szedből, csak másnap ment vissza, szóval gyakorlatilag kihisztizte magának, egy helyen lenyilatkozta a két író és showrunner, hogy tulajdonképpen megunták a Peter Folknak ezt a ezt a folyamatos nyaggatását, úgyhogy végül adatták neki, de kicsesztek vele, elnézést kérek a csúnya szóért, mert hogy a egyik legnehezebb forgatókönyvet adták a Peter Folknak oda. Ez egy nem egy könnyű forgatókönyv, például azért, mert nagyon-nagyon sok jelenet játszódik egy ilyen építés környezetben, vagy hogy tehát egy, egy ilyen... Igen, építkezés. Építkezésen ez az, és egy, egy tapasztalatrendezőnek is ez komoly gondot okozna, hogy egy építkezésen 30-40 statisztát hogyan kéne irányítani, hát még ez, ez Peter Folk is, majd erről beszélünk, de kicsit, kicsit kifogott. Viszont nagyon készült rá, erre a, erre a részre és a rendezésre. Spielberget fölhívta és egyeztetett vele, ugye neki régió barátja a, a híres művészfilmes rendező, és ő vele is hosszan beszélt arról, hogy hogyan kell rendezni, és mikre figyeljen rendezés során. Fun fact, többet nem rendezett. Valószínűleg azért nem véletlenül. Úgyhogy igen, ezt az utolsó részt végül Peter Falk rendezte meg. Nagy nehezen, de, de végül is abszolválta a feladatot. Az első jelenetekben megismerkedünk a későbbi áldozattal, a pénzes befektetővel, Williamsonnal, aki dühében összetörje a róla elnevezett városról, Williamson Cityről készült makettet, miközben feldúltan keresi majdani gyilkosát, az ingatlan tervező Eliot Markemet. A néző számára kiderül, hogy a jövő városát nem Bó, hanem annak felesége Jennifer és Eliot elő erőlteti. Sőt, az egész projektet a befektetőt kihagyva tervezték meg, így Bó le akarja állítani az építkezést, ám Eliotnak ez nem tetszik. Kiderül az is, hogy Bó halála esetén felesége csak apró pénzt örököl, míg a nagy vagyon letétbe ez a te, nekem ez a kezdés egyébként tetszett, mert én hogy ez nekem a mániám, de én szeretem, hogyha ha a, a szereplőket, még az áldozatot is bemutatjuk, tehát hogy kontextusban tudjuk helyezni, hogy az előző részben ugye voltak ezzel a gondjaink, hogy lövésünk nem volt, hogy most ki kicsoda, miért, hogy, merre. Itt viszont eléggé gyorsan egy tiszta képet kapunk az egész szituációra, hogy ki kicsoda, mi a szerepe, kinek mi a problémája másikkal. Tehát nekem ez ez, ez ez az elején írtam, hogy egy hogy, hogy nagyjából egy 5-8 perc múlva, vagy azt mondom, hogy kicsoda is, és, és mi a szerep ebben a részben, hogy miért akarunk itt gyilkolni, miért nem akarunk gyilkolni. Emlékeim szerint egyébként az nem derül ki rögtön ebben az 5-8 percben, hogy az indíték mi szerint jó lenne meggyilkolni, de fontos az, hogy ne, tehát hogy eltűnt legyen a, 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 az áldozat, szóval hogy ez az indíték egészen pontosan még nem derül ki, tehát maga az, hogy mi, a, mi szerepel a végrendeletben, az még itt még, még titok, de az, az, kiderül, hogy hát komoly konfliktus van a, ez a bizonyos milliárdos vagy milliómos között és a, az építész között. Tehát ez, ez elég hamar. Igazából kiderül? Igen, ez kiderül? A né igen, a néző, a néző számára kiderül. Tehát ez a bóhalála halála esetén a csak apró pénzt örököl, még a nagy vagyon letétbe kerül. Amit felolvastam, az tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek a összegzése. Ott nagyon gyorsan a szájba rágják a nézőknek. Dáron ezzel arra céloz, hogy, ugye, hogy, hogy azért nem élné meg, ha meghalna, mert akkor az a Williamson-szitit nem tudnánk felépíteni, hiszen abból a pénzből, amit a feleség, ugye azt hiszem, hogy a, a részesedéseket kapná csak ugye a, befektetésből jövő be, 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 bevételt vagy részesedést is kapná, abból nem lehetne ezt felépíteni. Tehát, hogy Áron arra célos, hogy effektíve a, 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 maga a gyilkosság az azért nem lenne jó megoldás, mert akkor nem tudná felépíteni Williamson City-t, mert az asszonynak nem lenne annyi pénze. Az egy dolog, hogy a feszültség kettő között az nyilván rögtön kiderül, hogy valami emiatt lesz. A feszültség az egyiket elképesztő, tehát én, én nem emlékszem ebbe a, ugye ez most a kilencedik részünk, korábbiakban, hogy ilyen fizikai atrocitás lett volna. Tehát így fölképeli az egyik csából Igen. a másikat. Két ötven éves ember. Én azért egyébként az élet, való életben sem nagyon látok ilyet, hogy, hogy nem tinédzser fiúk, hanem, hanem ötven éves férfiak így, így <laughs> arcon legyintik egymást. És lett majdnem lekevert így konkrétan. Igen, szóval ez nagyon, nagyon fura volt ezt így, ezt így látni és megnézni is. És ez az egyik vagy szó, ez azt hiszem talán abból is első, hogy nem látjuk a gyilkosságot. Abszolút nem. Csak azt látjuk, hogy, hogy bevezeti egy ilyen, egy ilyen házba. Bó a városszéri lovaspályán beül a kocsiába, bekapcsolja a country Elliot pedig a hátsó ülésen fegyverrel a kezében meglepőt, Bár nem látjuk, de a néző számára egyértelműen kiderül, hogy Elliot megöli Bót. Elliot Bó kocsiával a Williamson Ranchra hajt, miközben klasszikus zene szól a rádióban. Ellenőrzi, hogy ürese a ház, aztán összepakolja Bó holmiát, mintha csak szokásához híven elutazott volna. Ugye, itt azért tudtuk, hogy be fog történni egy gyilkosság, mert a beszélgetésük során rá még az építkezésen, ugye közölte vele, hogy szívesen megtervezném a, a sírművedet, azt hiszem, hogy igen, igen, a, 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 sír, a a síremlékedet. síremlékedet igen. <laughs> mi az a sírmű? Má... Gergő, mi az a Jó, sírmű? Hát, sírmű? Mű, sír nem igazi, most már igazi, mert sír. Gr Grécsi László tanárúrral álljunk meg egy szóra, és elemezzük ezt a... Csak még egy kérdés, álljunk meg egy szóra. Ja, hú, ez két klasszikust összerakva. A crossover. A síremlékét megtervezni szívesen ilyen, ez ritka, ritka szokott lenni egyébként az ilyen jellegű célzás szerintem a kalambókban. És csak így ide vágtam, hogy tudtuk, hogy gyilkosság lesz. De valóban, igaza van Áronnak, nem látjuk a gyilkosságot. Tudjuk, hogy megtörténik, de nem látjuk. Nem hallunk lövést. És ez például szerintem, itt összetét szólva, itt én hibásnak érzem a forgatókönyvet, szóval, hogyha itt van egy ilyen impulzív személyiség, ez a texasi milliárdos, aki szereti a country zenét, és jön, repked a világban, és nagykanál eszi az életet, hiszen ismét egy fiatal felesége van, ö, angolul ezt tudják, hogy trophy wife, ez, ez, ez a kifejezés. Szóval, hogyha van egy ilyen fickó, az, és Oké, okay, meglepi a hátsülésen a, a jövőbeni gyilkosunk, tehát az építész, aki csak meg akar építeni ebből a nagy pénzből a, a, a az általa megálmodott hát, város vagy városrészt. És utána ez a, ez a texasi fickó, aki egyébként megütötte két jelenettel korábban ezt az építést, szóval hagyja, hogy a fegyverrel őt bevezessék egy szobába, vagy miért egy házba, azt látjuk, hogy bemennek egy házba. Vagy hát nem is ház, bocsánat, talán istálló. Szóval, hogy... Egész pontosan szerelőműhely. Vagy szerelőműhely. Tehát, hogy egy, egy ilyen fickó, ez szerintem visszatámad, üt, neki megy, mint egy bölény, a, a jövőbeli gyilkosságnak, tehát, hogy itt nem, 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 a, nem a, a belehajtja rabigába a fejét, és jóat, hát akkor szomorúan bekullog ebbe a szerelőműhelybe. Én ezt egy kicsit alul írtnak érzem ezt a, 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 a részt. De gondolhatja Bó, hogy meg fogja ölni előtt? Szerintem igen. Hát azért az elég valószínű volt, hogy így mögötted. Te mit gondolnál, akkor Na jó, bocs, hogy... de ha én egy ilyen <laughs> nagy menő ember vagyok, ahogy, ahogy leírtad Bót az imént, akkor én nem gondolom, én vagyok annyira arrogáns, és annyira nagykép, hogy én nem gondolom, hogy most itt az Elliot engem valóban meg akar ölni. Ja, oké. Okay. Igen, de lehet, hogy Bó egy kamurambó igazából, tehát, hogy, hogy, nagyon úgy öltözik, meg tele van lóvéval, de amúgy meg most, tehát, hogy oda legyintett igazából Eliotnak, de lehet, hogy ő nem olyan kemény csávó azért. Vagy tényleg, ami azon, hogy akkor egója van, úgy gondolta, hogy jó, hát kicsit fegyeget itt a pisztolyával, aztán majd elbohóckodunk, ez is benne van. Minden esetre én, én ezt egy kicsit ilyen zöggenőnek éreztem, vagy bukkanónak éreztem. Aztán már is az építkezésen vagyunk, Elliot sajtótájékoztatót tart, megérkezik Kalambó, Mrs. Williamson-t keresi. Téblából szerencsétlenkedik, de végül megtalálja a Bó Williamson feleségét. Kiderül, hogy egy bizonyos Mrs. Williamson telefonált, hogy a férje eltűnt és meghalt. Kalambó nem érti, mi történt, ám kiderül, hogy Goldi, Bó Williamson korábbi felesége telefonált, de a jelenlegi feleség és Elliot szerint semmi ok nincs a pánikra, Bó mindössze elutazott. Eközben Kalambó tájékozódik a viszonyokról, és felméri Elliot és Jennifer reakcióit. Szeretném ugye kiegészíteni mármint azt a részt, hogy elvileg hogy egy irodaház, vagy egy életközpont. Bocsánat, ezt nem én találtam ki, mert még Récsi tanárot ismét behozná nálam. Tehát, Tehát nem életmódközpont, hanem életközpont. 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 Élet Direkt meg visszatekertem többször, hogy irodaház, nem is irodaház, hanem életközpont, mert hogy a dolgozók itt élhetnek is. Ez egy 32 emeletes irodaház, vagy életközpont, és van ott egy makett, ami előtt történik a bemutató, viszont az a makett csak 25 emeletes. Tehát nem sikerült olyan nagy makettet építeni. <laughs> Megszámoltam, mert mondom, ez nekem nem hiszem, hogy ez 32, és tényleg nem annyi, ez csak 25 emeletes. E, és hogy a kalambó érkezéséről beszéltél, megint klasszikus kisemberes kalambó érkezés. Tehát oda a téblából a maga ballonkabátos, laza stílusában, és hát egy idős biztonsági őr szinte elzavarja, hogy hát itt nem lehet, itt nem lehet senki. És akkor Kálamból megint nem kapásból azzal kezd, hát én vagyok itt a rendőr, meg ugye a, 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 valaki, hanem de hát mi az, hogy nem lehet ott senki, hiszen ők is ott vannak. Hát akkor én miért ne lehetnék ott? És akkor, de hát nem lehet, mert ez zárt. Tehát, hogy tök jól elbeszélgetnek, és akkor a végén csak finoman elővészít, de hát amúgy én a rendőrségtől jöttem. Tehát mindig, mindig megjátsz ezeket ezeket a, ezeket a így hívjuk kisemberes megérkezéseket, és szerintem még mindig ettől szeretjük még, őt. És még mindig ettől működik a karakter maga, igen. 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 Goldi szerint a volt férje halott, mindig beszéltek mielőtt elutazott, és nagyon jól ismeri a volt férjét ám. A hadnagyot telefonon értesítik, hogy megtalálták Bó kocsiját a repülőtéren, úgy tűnik tényleg elutazott. Ugye ez az a jelenet, amiben Callumbo találkozik egy japán masször lányjal is, <laughs> Akarjátok tudni, hogy mit mond a japán masször lány Igen, légy Kalambónak? Jövés. Igen, nagyon, nagyon. Kérem, nagyon. legyen kedves hozzám, Kalambó úr, ön gyönyörű, tudja, én szeretem önt. Nos, viszontlátásra, jó napot. Ajjajjajjajjajjajj. Tehát <laughs> itt azért akkor ezek szerint Kalambóval nem csak a... Mert e... Azt hittük, legalábbis eddig ugye most, hogy nem tudtam, hogy az szöveg, azt hittem, hogy csak Goldi, hogy az első feleség kezd ki vele, gyakorlatilag itt mind a két nő kicsit ki vele. Ő, ő a David hasselhoff -a, vagy Michael knight -ja ennek a sorozatnak. Hát itt akkor, tehát itt, itt két nő volt ebben a szobában, és ezért mind a kettő azért elég, elég rendesen rácuppant. Mert Goldi gyakorlatilag az elejétől fogva, az első pillanattól kezdve kacérkodik vele, és hát ezek szerint akkor a japán masszőr is. Mm, igen, de Goldi csak olyan kis bohém, ilyen, ilyen flirt asszonyság, hogy ezt így nem kell komolyan venni. Tehát, hogy Hát azért később szájon is csókolja. Jó, hát az csak egy ilyen... Szájra puszi, a szájon nem puszia, a puszi. Igen, egy tehát ilyen, nem nyelves csók, ez csak, igen, igen, egy bohém, én egyetértek a... Ádám egy, ez, vagyok. Ez, ez bohé, bohémság. At attól még csinálja. Drágámnak hívja kapásból, közli vel, hogy itt vagyok mesztelenül mögötted, előtted, tehát folyamatosan mennek ezek a, most nyilván nem azt mondom, hogy ágyba akarja vinni, de folyamatosan megy ez a, ez a fajta cukkolás. Ha de hát figyelj, hát, Goldinak nincsen mitől félnie, és ő pontosan tisztában van vele, hogy nyilvánvalóan történt valami, így. Szerintem ez a karakterére illik, hogy ilyen nagy, nagy, világi bohém, aki mindig a férje pénzéből él és masszíroztat. Hát én nem azt mondtam, hogy, nem azt mondtam, hogy probléma ez nekem, csak hogy, hogy, ez, egy, ez egy vicces rész volt, hogy két nő volt a szobában, és mind a kettő. Az megvan, hogy ez most már a sokadik olyan kalambó jelenet, ahol tulajdonképpen nem egy feleség van, hanem mindig van egy volt feleség, aki sokat tud a meggyilkolt, vagy a, vélelmezetten meggyilkolt emberről, mindig több nő legyeskedik a gazdag férfiak körül, szóval azért ez, itt azért tényleg ez a 70-es évek macsó amerikai Los Angeles világát azért folyamatosan megkapjuk szépen. Hát a pénz, ugye? A, a pénz. És ha már Goldi, és Goldiról beszéltünk meg arról, hogy milyen én szerintem jó játsza ez a színész ezt a bohém, bohém szerepet. Meg a karakter is olyan jó. Meg a karakter, igen, tehát ez egyébként jó karakter. Én itt hadd nyissak egy nagyobb zárójelet, hogy beszéljünk egy kicsit az amerikai színészekről, mert az elején elsikkadtunk, és akkor, akkor, akkor Goldiról, őt úgy hívják ezt a színésznőt, hogy Jenny Page, képzeljétek el, hogy még él, 101 éves, jó egészségnek örvend, Rengeteg, rengeteg, szerepben és, és, filmben és sorozatban játszott egyébként. Ő valamikor a 40-es, 50-es években már egyszer indított egy hollywoodi színész karriert, csak megutálta, és aztán inkább a Broadway-re váltott, és valamikor 60-as évvel visszament. Hollywoodba színészkedni, és legutoljára 2000-ben vagy 2001-ben vállalt utoljára szerepet, tehát ilyen 80 éves korában még, még, egy, egy tévésorozat egyik részében szerepelt. Szóval egy, egy nagyon izgalmas karakter. És a, van nekünk a gyilkosunk, a Patrick O'Neill. Ő az építészünk. Kérdétek el, hogy persze, ő is híres színész, tehát sok, sok, mindenben szerepelt, de hogy még annál is sikeresebb volt étterem tulajdonosként. A 60-as évek óta több Hollywood és kaliforniai étterme van, és igazából abban lett ő nagyon sikeres, és persze azért az évtizedek alatt csak eljátszott, vagy 70-80 film színészi szerepet és sorozat szerepet. Úgyhogy ez, ez, teljesen meglepő volt számomra, hogy, hogy, igazából én azt képzelem, hogy ő ilyen hobbiból, hobbiból színészkedett, miközben nyilván nem ebből élt. És én még külön ki szeretném emelni a meggyilkolt Texasinkat, őt pedig úgy hívják, hogy Forrest Tucker, és ő is egy, egy nagy amerikai karrierbe futott vagy színészi karrierbe futott ismert sorozat és tévéfilm színész. És itt, itt, amikor ezeket így olvasgattam és néztem utána ennek, akkor az jutott eszembe, hogy képzeljük el, hogy 40-50 év múlva valaki földolgozza a Szomszédokat, vagy a Kisváros című magyar tévés sorozatot vagy szóval ezeket, és elkezdi nézni, hogy kik szerepeltek benne, és tulajdonképpen ezekben is a legutolsó szerepben is nagy elképesztő jó magyar színészek, akik egyébként csodálatos színpadi karrieren de rendelkeztek, de elmentek, nem tudom, Kukásnak a kisváros egyik epizódjába a három perc erejéig. És nyilván ugyanez van minden országban, és tehát a Kalambóban is ugyanez van, csak mégis érdekes, hogyha így utána megyünk ennek, akkor kiderül, hogy itt nem, nem noném emberek szerepelnek a legutolsó szerepben, és hanem ez egy igazi, klasszikus, hollywoodi, old hollywood színészeknek a különféle szerepeit látjuk. Szóval, hogy ez tök izgalmas így ezt így megismerni. És még egy utolsó megjegyzés, a zenét megint Jill mellé szerezte, ő az ut ez az utolsó rész, amiben ő a, a zeneszerzőnk. Ő ha már végigbeszéltünk mindenki, méltatlanul kimaradt az aktuális feleség, ugye a trófea feleség Jennifer, Jennifer Williamson. Most pont, pont ez egy kicsit ellentmond annak, amiket te most mondtál, és lehet, hogy ez is érdekes, mert őt ugye Pamela Austin alakítja, uh -huh. viszont pont, hogy azt néztem, hogy ő a többiekhez képest főleg relatíve nagyon kevés hát filmben igen, szerepelt, nagyon. és nagyon rövid pályája volt mert gyakorlatilag 61-től 88-ig, de nagyon-nagyon ritka, uh -huh. ritka és nagy kiadás. Tehát a 80-as évben például 8 év alatt három filme volt összesen. Ki tudja, kinek a kiá volt, és hogyan kellett. Igen, a lehet, hogy, tehát, hogy ő, 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 ő az egyetlen, aki kicsit pont az ellentetje, amit Áron mondott, hogy egy csomó olyan színészek vannak, hogy fura, fura van a szív ilyen filmekkel, neki nem annyira. Csak akkor említsük meg őt is. És haladjunk tovább az epizódban is, ugyanis Kalambó, Bó Williamson megtalált kocsiában. Ülé zenét hallgat, minden kazettán country van, a rádión viszont komoly zene szól. Egyértelmű, valaki más vezette az autót. Ezt a gyanút a jelenlegi és a volt Mrs. Williamson elmondása is megerősíti Közben kiderül az is, hogy Bónak pészmékele volt, elő volt jegyezve elemcserére, amit biztosan nem halasztott volna el. Kalambó gyanúja Eliottra terelődik. Elemcsere, pacemakerbe, ez szerintetek ez valós? Tehát ez tényleg ez, ez volt? Azt még én nem tudom, de azt a kütyűt láttátok, hogy mekkora? Én el tudom képzelni. Ez nagyon nagy. Az akkumulátorok szóval. és az elemek mentek a legnagyobb fejlődésen keresztül többek között az elmúlt évtizedekben. Tehát ez egy 70-es években el tudom képzelni, hogy akkor évente, ott el is mondja az orvos, hogy kb. évente. De hogy előtt. tényleg az lehetett szerintetek, hogy évente fölnyitották az embernek a melkasát, hogy Ez Nekem benne. is nagyon fura. Ez mert nagyon... Is Én el tudom képzelni, csak nagyon durván meglepő. De akkor mi még nem tudjuk, hogy neki elemcsárnyéje van, az már csak később. De ez derül később ki. derül ki. Igen, és a, a, ha vannak nagyon fiatal hallgatóink, azt azért fontos megjegyeznünk, hogy amit itt az Ádám mondott, hogy a kocsiban kazettán hallgatsz, tehát úgy képzeljék el, hogy egy, egy ilyen műanyag, téglalap alakú. A kazettát magyarázasz? Igen, igen, műanyag, téglalap alakú dolog, amiben szalag van, és a szalagot, tehát hogy, hogy ez egy mechanikai dolog, a szalagon mágnes jelek voltak, és az tartalmazta a zenét, és azt kellett így dugozgatni az autóban. Tehát a zene az onnan szólt. Nem volt internet, és nem volt Spotify. Én nem hiszem, hogy, nem szeretném hinni, hogy ennyire öreg vagyok, hogy ezt a műsorban még kelljen hallgatnom, amíg elmesélek, de hát valójában jogos, felnőtt egy generáció, aki hát maximum hallomásból találkozott már a CD is már nekik már így van már a CD és. Mi ez hec... a CD? <srnyi> <srnyi> <laughs> jó. Oké. Okay. oké. Okay várj egy kicsit, tehát, hogy miért még tovább csak egy fél percet, hogy a, mondtad, hogy az, az, a repülőtére megtalálják az autót, és Kalambó megint Kalambó volt, mert ugye ő neki már akkor nem tetszett valami, és elkezdte, amit mondtatok, ugye, hogy hallgatta a zenét, a kazettákat, stb. És gyakorlatilag vicces volt, mert a saját kollégái, hát nem közvetlen, de végig is mindegyik a rendőrségtől van, már ki voltak rajta borulva, hogy fölnyitottuk az autót, és az a vadbarom mit csinál, bent ül, és zenét hallgat, és nem lehet hozzászólni. Tehát, hogy megint előjött ez a furabogár effektus Kalambónál, hogy már a saját kollégai is úgy néznek, hogy fogták a fejeket, hogy én már mindjárt kizavarom minden, csak hagyja, hogy tűnjön már. De ebben. valójában a legfontosabb ö, nyom volt Igen. abban, hogy kivezethette az autót. Igen, mert ő, de hogy később mondta, rá is kérdezett, hogy más zenét nem hallgatott, Bizti? És hogy kiderült, hogy próbálta az, hogy a, a, a mostani feleség és hát próbáltam hatni az izdésére de nem lehet, csak ezt a szarkántrit szereti. A, ha már country, meg szeretném jegyezni, hogy én képzeljétek el, hogy pár éve ezelőtt rákattantam a bluegrass, meg a greengrass nevű ilyen, ilyen country alműfajokra, és elképesztő jó, tehát én nagyon szeretem tulajdonképpen nem ezt az egyszerű buta country, hanem amik ilyen mostani kortárs Country, én, én, én szóval, én egyet tudok érteni Bóval. Country az jó. Igen, de ez, ez konkrétan ugye a, a Bó csak ilyen olyan Country-hallgatott, amilyen ének nélküli, háttér, zenekántriát, ugye ezt, ezt azért hallottuk. Na, viszont menjünk tovább az Eliott titkárnője teljesen el van ájulva a főnökétől, és ugye mesélés közben észesen vesz, hogy Kalambó, ahogy szokott, bemegy, besettenkedik Eliott irodájába, és észreveszi a Bo által a nyitó jelenetben szétrombolt Williamson City makettet, de még nem szól semmit. Kiderül, hogy Eliott nagyon szereti a klasszikus zenét, a titkárnőtől pedig azt is megtudja, hogy mi történt a makettekkel, mintha éppen akkor venné észre. A titkárnő szerint Bó szeszélyes, és csak a pénz érdekli. Én vártam egyébként, hogy mikor fogja észrevenni, mert tényleg fura volt, hogy lemente egy olyan beszélgetés, hogy amikor észrevette a titkárnő, hogy Kalambo besettenkedett, hogy milyen elegáns iroda, igen az milyen szép ez az asztal, igen az, tehát lement az igen az, igen az, igen az, és olyan furcsa volt, hogy ott van gyakorlatilag előtt egy hatalmas asztal, tehát úgy kell elképzelni, hogy mint egy, 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 elég szép nagy iroda, a közepén egy bazinagy nagy asztal, legalább akkor, mint egy biliárd asztal. és ott elég jól láthatóan szét volt zúzva ez a modell, amit Ádám mondott, és a rendezők, vagy aki éppen kitalált, tehát tényleg húzta az időt, hogy hogy ennek az észrevétele, hogy ott konkrétan szét van zúzva, az utolsó pillanatban jöjjön csak elő. Szerintem ennek dramaturgiai oka is volt, meg Nyilván. maga a kalámbó valóságában, mert hogyha a kalámbó bemegy és rögtön rákérdez, akkor a nő azt, hogy, hogy ez semmi, semmi köze nincsen, és menjen ki. Ehelyett ő egy, ugye fölrakott még egy lemezt, izé, ez, mintha észre se vette volna, és már az utolsó pillanatban ez a csak még egy kérdés, effektusban, hát mi történt azzal? És akkor már a nő fel van oldva, szerintem egyébként, mint nyomozó, Kelámbó karaktere itt nagyon következetes volt ebben az egész részben, tehát hogy ha ez a valóság lenne, akkor nagyjából el tudnám képzelni, hogy így történik, mert körülbelül pszichológiailag így kéne nyomozni ebben az ügyben, ahogy Kalámbó teszi. De ő mindig következetes egyébként ha megnézitek. Igen, de magában a Kalambóban a sorozatban vannak néha olyan buktatók, logikai buktatók ami a nyomozás során, amik dramaturgiai vagy a cselekmény oka, oká miatt egy kicsit életszerűtlen, itt ebben szerintem teljesen életszerű volt, hogy így alakult, ha nem így alakult volna, szerintem az lett volna életszerűtlen. Igen, el kell altatni a másik felet a nyomozás során, és tehát én barátom már kell tenni, hogy mi egy, egy csónakban evezünk, mi ugyanazt akarjuk, mi ugyanolyanok vagyunk, én nem különbözöm tőled, nekem ugyanaz az érdekem, tehát hogy egy ilyen típusú játékba kell belemenni, mert hogyha rögtön azzal kezdi, hogy oh, 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 ki volt ez, mit csinált, mi, akkor, akkor, nyilván befeszül és, nem fog tudni kihúzni belőle semmilyen információt. Ez a tipikus, csak a munkámat végzem, a főnökeim, hát a jelentés miatt asszonyom kell, ez ugyan, ugyanez a metódus. Nyilván tud kire mutogatni, tehát ez a, ez a dolga. Kalambó meglátogatja Eliottot az egyetemi előadásán, és megfogalmazza, hogy mint az egyiptomi piramisok, amiket bizonyos szakemberek szerint azért építettek, hogy megvédjék vele magát a sírkamrát, ő maga is így tüntetne el egy halottat, ezzel párhuzamot von az Eliott által épített irodaház alapozásával kapcsolatban. Eliott azt is bevallja, hogy Bó jóváhagyása nélkül készítették el a terveket, ám hazú módon azt is hozzáteszi, hogy a félreértést hamar elsimították. Bó pedig a teljes támogatásáról biztosította a projektet. Kalambó viszont nem hagyja, Kalambót viszont nem hagyja nyugodni, hogy hiába találták meg a kocsit a reptéren, nincs egyik utaslistán se rajta Bó neve. Eljött ezt azzal magyarázza, hogy Bó kisé bogaras volt, biztosan álnéven utazott. és csak zárójelben hozzáteszem, ez nem ez pontosan értem, ez hogy ez, ez hogy ez lehetséges. Megkérik a jogosítványát, személyét, bármiért, tehát még bel belföldön belül is. Sőt, igen, tehát tengeren túlra álnéve, igen, hát Kis Béla is, akkor rajta van egy, 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 egy elfogadja, tehát nem áll. Kalambó pedig újabb kártyáját fordítja fel, amikor arról beszél, hogy míg, míg Country-t hallgatotta a rádió klasszikus zenére volt állítva, a klasszikus zenére, mint amelyet ön kedves Eliott hallgat. Szóval igen, hogy lehet utazni álnéven, ezt több filmben halljuk, én ezt nem pontosan értem, hogy ez hogy működik, mert azt el tudom képzelni. De, és ráadásul tök természetesnek vette Kalambó is, hogy a persze, igen lehet. Tehát, hogy nem is azt mondja, hogy, hogy hát ne vicceljem át, ez nem áll. lehet. hogy a 70-es években nem volt még annyira, bocsáss meg, annyira mm, ellenőrzés szigorú az amerikai reptéreken, főleg a belföldi. Igen, de ez, tehát én egyetértek, szerintem is szerintem belföldön simán lehet, hogy ez így ja, nem ment igaz. a 70-es hogy bemondtál egy nevet, ha. vagy a titkádő befoglalta neked a repülőjét is kész, mert hogy ugyanolyan, mint egy vonatutazás. Tehát ezt el tudom képzelni, de itt konkrétan megint azt hangzott el, hogy ugye két héttel keresztül volt tengeren túlón, tehát Európában valószínűleg, és most is nyilván a tengeren túra utazott, ez elhangzik, én néltől kezdve ez nyilvánvalóan megint egy forgatókönyvéré hiba, de én ezzel, tehát így legyintettem, jó, mindegy izé, tévésorozat, nyugodtan ülünk itt a karapén, de ez, egy, ez szerintem tök egyértelműen egy hiba. Igen, ezt akartam én is mondani. Különösebben engem sem zavart, mert vannak ilyen, ilyen, ilyen Csúszkák. Ami viszont nekem másik fura volt még, hogy ez az egyetemi előadás, amit ugye fontos volt abból a szempontból, hogy Kálámbó ugye rögtön felfedte, hogy hát milyen jó hely az építkezés egy hullát eltüntetni. Hogy egyébként ez mennyire reális szerintetek, hogy egy ekkora mágus, vagy nevezzük ahogy akar, mert gyakorlatilag úgy állítják be, eljutott, hogy az egyiptomi építészetről tart előadást 11 embernek egy, egy egyetemen. Tehát, hogy nem lenne hát. tehát hogy ennyire értitek, amit mondok talán, hogy miért pont? Kicsit fura igen, volt. Magyarországon is vannak vendégelőadók, hogy sima építészek, akik mögött van néhány évtizednyi karrier egyébként, akkor tartanak előadás sorozatot egy-egy szemeszter. Tehát ilyen előfordul, hogy valaki nem tanár, de bemegy oktatni. Nem, nem az, nem az egy... a része, hogy nem tanár, az, az oké, okay, csak hogy az egyik pont igen, 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 Há? igen, igen. Nem, ez, ez azért valószínűleg, tehát hogy ha egy magyar, magyar építészt meghívnak őt se, arról fogják, tehát arra, nem arra fogja meg, rektor vagy a dékán, hogy az egyiptomi építészetről tartsál. Igen, tehát hogy tehát ez volt, érték. annyi mindenről lehetne, hogyha ő akkora nagy király. Nyilván ez egy órája volt a sok közül, és azért tanít amúgy valószínűleg, mert nem túl sikeres építész, azért ezt látjuk, hogy ez a Williamson City is egy túlságosan nagyra törő terv, KB Detroitra emlékeztet a Robozsarú eredeti Robozsarú filmekről, filmekből. Tehát uh, én azt gondolom, egyáltalán nem, nincs is tisztázva, hogy most akkor egyébként Williamson City építkezésén vagyunk-e, és akkor hogy lehet, hogy két hét alatt már kiásták az alapot, vagy ez egy ettől független dolog, akkor ha ettől független dolog, akkor miért van annyi szó Williamson city egy teljesen más épület átadásakor? Szóval nem világosak a a, itt a, a, erőviszonyok, meg a felosztás. Egyetértek, nekem egyébként -e tök más jutott eszembe erről a beszélgetésről, meg ilyen sorról, az, hogy vajon úgy Amerika szerte mennyi alapban lehetnek hullák elrejtve, és az is eszembe jutott, hogy, és ezt rengeteg filmben meg sorozatban látjuk, hogy vajon Las Vegas azon kívül a sivatagba hány ezer ember, hány tízezer ember lehet elásva. Tehát nekem így ilyenek jutottak eszembe, mert egyébként Magyarországon is volt még a 90-es hogy föltörtek egy garást, a garázsnak a felhajtóját, beton garázs felhajtót, és ott, ott volt sajnos elásva. Szóval, hogy ez egyébként... Ja, ez Balaton a Balaton Cézára. Igen, ez reális, és ekkor, ekkor már én mind néző úgy voltam, hogy, hogy oké, tudom, hogy ki a gyilkos, tudom, hogy, hogy ki az áldozat, most már tudjuk a motivációt. Én én mentem ezzel, tehát én biztos voltam benne, hogy igen, tényleg el lett az alapozásba. Tehát, hogy engem itt meggyőzött a... De nem a... túl kézenfekvő? Nem, bohat. nem, én tudok ezekkel a kézenfekvő dolgokkal menni. Kedves Kuba bocsánat, kubatovics áromból előjött a szúnyadó gyilkos mert hogy elkezdte, elkezdte feszegetni. Az egy másik műsorunk, az a Screamcast majd februártól. De egyébként nektek nem volt erőltetett az a, az a párhuzam, hogy az egyiptomi építkezésből Kalambor rögtön arra a szociál, hogy hullát eltüntetni? Nem, mert már korábban felolvastam, hogy Eliottra terelődik a gyanú. Igen, de attól még olyan, tehát hogy Nekem ez kicsit a nézettság szagú volt. Mm, figyelj, összeállt neki. Lehet, hogy háromszor ment el a adásra, és a harmadiknál volt ez az egyiptomi, és akkor ugrott be neki. Jó, jelöljük -jel meg igen, ezt. Kalambó okay. az építkezésen érdeklődik a művezetőtől, úgy tűnik neki, hogy a holtest az alapozás betonjában lehet. Eliottnak nem tetszik, hogy Kalambó helyett, hogy bót keresni az építkezésen, flangál, el és Eliott és bó kapcsolatáról érdeklődik, és ezt szóvá is teszi a hadnagynak. Kalambó elmegy Bó Williamson kardiológusához, hogy megtudja, milyen vizsgálatra volt előjegyezve, és megtudja, hogy szokásos éves elemcserére várt a szívritmus szabályozója. Az orvos elmondja, hogy Bó kockáztatja az egészségét, ha nem keres fel egy szakembert, és kizár dolognak tartja, hogy Bó más orvos kezébe adta volna magát. Kalambó távozáskor a váróteremben összetalálkozik Goldi, valaki újra elmondja, a férje vagy az ex-férje biztosan halott. Itt mindig olyan cuki ezekben a kalambor részekben, hogy, mert ezért ez egy lényegi dolog, hogy szívritmus szabályozó elemcsere, és akkor nyilván nem utazott el, tehát ez, de hogy ezek mindig olyan véletlenből derülnek ki, mert azt hiszem, hogy talán a határidő naplójában volt benne uh -huh, bónak, tehát uh -huh. hogy, hogy Mákja van, mert nyilván ugye a felső tízezer burzsóáziája mindig mindenről naplót vezetve, határidő naplót. Tehát, hogyha ezek nem lennének, vagy nem lettek volna, akkor ő ide nem jutott. Akkor az orvos felhívja a bónak a titkárnőjét, hogy jelenése volt, és akkor ez ugyanúgy eljutott volna a hadnagyhoz, csak más dramaturgiai cselekvészelon keresztül. Vagy az orvos elküldett egy londinert a titkárnőhöz, aki egy londinerre majd megüzeni, hogy a lefoglalt öt csillagos szállodában a, privát vizsgálóban nem jelent meg, és akkor most ők, ők a privát vizsgálót átköltöztetik abba az irodaházba, tehát hogy a, a felső tízezernél valószínűleg így, így nézett volna ki. Igen, ne átlag ember módjára gondolok, hogy Gergő, ezek valakik, ők emberek, ők nekik, ők még a végtermékük is más, mint amilyen. Jó, hát tudom, hogy te az 1970 es évek bár éltél Amerikában a felső tízzelkét, te tudod, hogy... Pontosan működik. tudjuk, igen. meg nekem, hogy én az egyszerű emberként. Viszont ez az a jelenet, ahol most már Kalambónak is kiderül, hogy oké, okay, itt azért gond van. Ne, ne, Másik fogalmazok. Tehát, hogy kiderül számára tök egyértelmű, hogy igen, ez biztos, hogy gyilkosság történt. Erről most már ő meg van győződve. Mi mind nézők tudjuk, hogy Kalambó el is döntötte magából, hogy ki a gyilkos, hogyan tette. Tehát mindent tudunk, csak hiányzik a holtest. És ez, ez komolyan elkezdi Kalámbót foglalkoztatni. És itt megint hadd had hozzak egy zárójeles megjegyzést, mert ugye ez az a rész ebben, a, ebben az epizódban, amikor magát a nyomozói munkát látjuk, ahogy ő fölfejle vagy föl Föl, tehát, hogy fölgöngyölíti az ügy szálait, és összerakja magába. És azért nekem itt ismét egy nagyon komoly hiányosságom van ebbe az egész nyomozói munkába. Tehát, hogyha ha eltűnik valaki, és a rendőrségű elkezdik keresni, fölső tízzerről van szó, megint az történt, az első lehetben, amikor megjelenik Kalambó, kiderül, hogy megint neki szóltak, ö, a, nem tudom, a főnöke, hogy akkor kezdjen el nyomozni, hiszen bejelentés történt, hogy eltűnt egy, egy ö, ember. Szóval egy ilyen esetben nem az van hogy elkezdik megnézni, hogy milyen, tulajdonjogok, milyen tulajdonokkal rendelkezik, milyen ingatlanokkal, oda az ingatlanokra el kéne menni, ott körbe kéne szaglászni, rögtön kiderül, hogy van neki egy rendse, ahol van ott lovászfiú, ki kihallgatják a lovász embereket, aki mondja, hogy ja, hát ő találkozott aznap ezzel a fickóval, ja, maga volt az utolsó szemtanú, aki látta aznap, hát lehet, hogy én vagyok jó, hát akkor nem kéne fölforgatni az egész rencset a, 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 a körbenézni, és akkor nyilván bementek volna abba a bizonyos ominózus műhely, Helybe, ahol lehet, hogy megtalálták volna a hullát. Szóval, hogy én itt azért érzek Ez az, egy... Nincs hulla. Nincs hulla. Ez ugye és nem egy gyilkossági nyomozás. Abban igazad van, hogy a nyilván Kalambó főnökei, egyrészt ugye felső tízezer nyilván szóltak, hogy gyanús valami, itt azért a rendőrszimat az működik, gyanús valami, Kalambó, te mint a legjobb gyilkossági nyomozónk, vonulj már ki a helyszínen, mert itt valószínűleg gyilkosság történt, de nincsen hulla. És végig nincsen hulla nem találok logikai bukfencet abba, amit beteigen, pont azért, mert nincs hulla, és szerintem maga a nyomozás is teljesen máshogy zajlik. Tehát logikus, hogy kimaradnak azok a lépések, amiket most hiányolsz, mert nincs hulla. Hm. Nincs gyilkos fegyver, nincs semmi, tehát simán lehet, hogy csak külföldön van, vannak gyanús jelek, és kalám, és mi nézőként tudjuk, hogy egy kalambot és egy krimit nézünk, tehát nyilván tudjuk, hogy meghalt valaki, tehát az elején is nyilván tudjuk, hogy kb. ki fog meghalni, a kettő közül ki lesz a gyilkos, ki lesz az áldozat, tehát hogy nyilván nekünk ez evidens, de ha ezt csak így a semmiből éled át, mint Kalambó, akkor szerintem ez teljesen logikus, hogy tehát nincs ez az, az ügyész, aki parancsokat ad, mire adna a parancsot, vagy miért kutatnák át, ha, Egyébként nincs erre, tehát, tehát a repteret rep kéne inkább átkutatni, tehát ha így azt nézzük. Is. Vagy... Én a rendőri nyomozói munkát hiányolom, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy kb. még csak addig tartanak a dolgok, már megnézik az utaslistát, ugye például tudjuk, hogy ugye nem nincs rajta egyik utaslistán se, stb. Tehát, hogy elindultak egyik irányba, csak nem jutott el a dolog odáig, mert a karámbó egy bizonyos ponton túl biztos benne, hogy eljóta tettes, csak még azt nem tudja, hogy hol lehet a hulla, és hát ugye lukra is fut majd, de ezt majd még később tárgyaljuk. De az első útja is egyébként kapásból már ugye a vélt bejelentőhöz vezetett. tehát szerintem itt a nyomozás jól indul, hiszen a feleséghez, mert csak hát nem tudta akkor még, hogy kettő van. Jó, tehát jó, nyomon indult el, tehát miért kellett volna felforgatni a rencset, vagy bármit, hiszen ő megkereste először a vélt bejelentőt, aztán persze itt már lettek ugye kavarok, de egyébként nem találták volna meg a holttestet, mert késő a végén kiderül, hogy ez, én is azt hittem egyébként, hogy ez a bónak a Remcs van elrejtve a, a holttest. De ne spoilerezd el, majd ezt a hallgatóknak felfedjük <laughs> idejében. Yes, malód. Nem csak mondta az áron előbb, hogy megtalálták, hogy, hogy, hogy akkor megtalálták volna. De hát most ez most logikus, nem ez nem spoiler, ez egy kalámból meg fogják találni a holttestet, de nem tudom, akik Nincs élvezik ezt a beszélgetést, nap. azok, és nem látták a részt, akkor azok velünk együtt göngyölítsék föl. A második feleség és Eliot teniszeznek, a nő pedig megtalálja férje véres kalapját a susnyásban. Úgy tűnik, Eliot se tudja, hogyan kerülhetett oda, Kalambó kideríti, hogy a kalapon talált vér és bó vércsoportja azonos, a feleség kiborul, Eliot vigasztalni próbálja, hogy ez még nem jelent semmi biztosat. Itt egyébként egy ideig nem voltam benne biztos, hogy most Eliot tényleg nem tudja, hogy ez hogy történhetett, vagy csak rosszul játsza a színész a szerepet, vagy mi történik. Tehát kellett egy, egy pár, pár másodperc, pár perc még leesett, hogy, hogy itt azt sugalják nekünk nézőknek, hogy ő tényleg nem tudja, hogy ez hogy történhetett. Mert attól még, mert mi nem láttuk, attól még ugye ez megtörténhetett. Én, én sírtam itt. Először is uh a Norbi jutott eszembe, amikor ugye ő volt a, pár része az adásban, hogy, ez a felsikongás. Tehát, hogy itt megint a, ugyanaz a, botrányosan túljátszott. komolyan mondom, mondom, egy az egyben a Norbi jutott eszembe, Szerintem rettenetes volt az a... De hogy lehet, hogy ebben a részben nem kavart össze a, az Elliot és a Jennifer. Én még é, azt én hittem, én az hogy hittem. kiderül. A teniszezéskor én pontosan ugyanezt hittem, hogy ezek között kell, hogy legyen valami, mert De hittem... nem volt. Nem, nem, nem. Ö, viszont ö, válaszolva a kérdésedre, hogy nekünk kiderült-e, hogy erről Elliot tudott-e, kapásból látszott rajta, hogy nem tud, mert ö, úgy nézett a végén a, a jelenetváltás előtt, hogy ez őt is meglepte, hogy ez hogy a szarba került ide, és utána azért volt tiszta ideg, mert fingja nem volt róla, hogy ez, itt valaki más kavart be. Tehát szerintem nekem legalábbis kapásból lejött, hogy ez nem ő volt. Amikor megtaláltam még a kalapot, akkor nem tudtam, de abban a pillanatban, amikor váltottak, tehát a, a teniszpályás... Ugye, amikor jelent, már ott ivottál. Nem, tehát hát még előtte, amikor mert a teniszpályás volt. jeleneten a kezébe volt a kalap, és rá ráközelített a kamera, ott olyan tekintetet vágott, hogy na basszus. É, és nyilván spekulálunk, én is arra gondolok, hogy hogy ez, ez szándékos rendezői utasítás volt, az a színészi játék, hogy nekünk nézőknek lejöjjön rögtön, hogy, hogy, ez, hogy ne, nem ő rakta oda a hullát, vagy a kalapot, vagy szó szóval a véres részt, és hogy tényleg ő se tudja, sőt, hogy itt tényleg egy valaki harmadik fél itt kavar, és nyilván spekulánk nem voltunk ott a forgatáskor, de én biztos vagyok benne, hogy ez szándékos rendezői utasítás volt. A megoldás nem válasz sokat, sokat magára, mert Eliott az irodájában bömbölteti a komoly zenét, láthatóan feldúlt, felhívja, felhivatja Mrs. Williamson-t, és elkéri Bó végrendeletét következő jelenetben pedig már Goldinál van Eliott, akit megvádol azzal, hogy ő rejtette el a véres kalapot a kertben, hogy az eltűnésből gyilkossági nyomozás váljék. Eliott szembesíti Goldit bó végrendeletével, és megvádolja a nőt, hogy anyagi érdeke fűződik a volt férje halálához. Megérkezik Kalambó, dicséri Eliott nyomozói szimatát, és arra kéri Goldit, hogy vajon szint ő tette oda a kalapot. A hadnagy szembesíti a nőt, hogy tudja, hogy ágás van a karján, és azt is tudja, hogy Bó és Goldi vércsoportja azonos. Goldi bevallja, Eliott fainkodik, Kalambó elkéri tőle Bó végrendeletét. Gyerekeim fenn az úrban, két dolgot, egy, egyet majd ti megmagyaráztok nekem, hogy tehát, hogy mi értelme volt ennek? Tehát, tehát hogy a, azt tehát tényleg azt akarta ezzel gold elérni, hogy gyilkossági nyomozás legyen? Tehát, hogy annyira semmi értelme nem volt ennek a résznek, és ráadásul, tehát mi értelme volt ennek, és a másik meg, hogy ez tényleg ilyen, hogy gyakorlatilag ő, ö, hamisítok bizonyítékot, vagy, és vagy bűnjelet, és akkor ezt egy ennyivel ennyi megoldjuk, hogy jó, ne... uh -huh. tehát hogy ez így ennyi? A felső tízezernél ez, ez ennyi. Ő is a felső tízezer része? Hát Mert ő hát. ugye ne fesd, hogy ő kitartott. Oké, okay, hogy hát. nagyon fajn kis... Jó, nagyon faink okay. is kis fejezbe, fejez várj el. Hát, hát, hogy nagyon faink kis környezetben él. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nem, hát ott egyértelmű, hogy ott, bocsi, de ott a, a jobb viszony a már a japán masszőre volt, hiszen tőle tudta meg, hogy vágás van a karján. Nem tudom, megtanult japánul a Kalambó egyébként? Kalambónak vannak rejtett tehetségei. Később tubázni csak is Csak azért, fog. mert ugye az első találkozásukkor még csak japánul beszéltek hozzá, itt viszont nem láttuk, hogy hogy szeretnél. Figyelj, beszélni. ott is azt mondta, hogy nem tudok japánul, de, és, de Már bármit mondott neki. a hölgy, bármit mondott a hölgy, úgy érzem, hogy kedvel engem, és hát igazából a hölgy, mint kiderült, hát, azt mondja, hogy kedveli van. őt, igen. Biztos néző is a kálán Enne, volt, Ennek, tehát, tényleg, tényleg én nem érzem semmi értelmét ennek a kalap. Tehát, hogy ez így el is tűnt ez az ügy. mert nem lett komolyabb gyilkossági nyomozás, nem. Tehát kalap ugyanúgy a saját vonalát vitte végig. Én, én, ezt ugyanolyannak érzem, mint majdnem minden korábbi részben vannak ilyen kis, kis kurflik a, a forgatókönyvben, hogy ez most tényleg azért kell, hogy kijöjjön a 75 perc, vagy, vagy, vagy valamelyik forgatókönyvíró beleszerelmesedett az ötletébe, és mindenképpen benne akarta hagyni, vagy szóval ezt, ezt nem tudom, én igen, tehát én fölöslegesnek érzem én is, szerintem előrébb nem kerültünk, többet nem tudtunk meg a karakterekről, a motív, semmit nem tudtunk meg többet, tehát hogy igazából nem vitte előrébb a storyt. El... Bár ha belegondolsz, mégiscsak elő, előrébb hiszen a, a, az a bizonyos végrendelet emiatt került elő, hiszen, hiszen Eliot emiatt ást elő a végrendeletet. Jó, de ha, ha nem férsz be 115 percbe, hanem meg kell oldanod 100 percbe, akkor más életben elő, igen, elő be a, előhozod a végrendeletet. Igen, Tehát... előhozod a hát elkérte a Jennifer-től. Tehát ennyi Előjött, Előben elkérhette volna. Vele. Igen. de hát ez egy végül is egy jó ürügy volt, hogy akkor nézzük már maga azt a végrendeletet. Oké, én elfogadom mindent, elfogadom azt is, hogy bele kellett férni. Szerintem de jó, el, el, jó lett volna, ha Elliot reakciójából valamit leszűr a kalámból, és ez egy cselekményt egy kicsit valamilyen irányba mozdítja. Elliot számára végig egyébként, Ő, most ilyen megmagyarázhatatlan úr tehát se nem volt arrogáns, se nem volt idegesítő, tényleg, tényleg, ilyen, ilyen random neutrál viselkedés. Ó, az arrogáns, volt. Ez már, már túl vagyunk a húsevő növényezésen, vagy az még majd most jön? Az már korábban volt. Na tessék. Szerintem még csak most jön. Szóval, hogy hát nem, az korábban volt. Szóval, hogy szerintem azért, azért pont nem volt túl arrogáns, nem volt ez a túljátszott. Szerintem ez egy tök jó, tök jó azt mondom, volt. hogy ne utált, hogy nem volt olyan gáz, mint szokott. Nem volt olyan gáz, de azért arrogáns volt, hát azért mégis csak hát egy beszól, neki egy még útos. jó, hogy beszól, hát folyton ott van. igen, igen, Szerintem igen. a húsevő növényt a következő jelenetben mondja, amikor is a hadnagy úgy gondolja, hogy a holttest az egyik beton alapzatban lehet a D3-as tübbingben. Eli azt mondja, ha a Kalambó úgy gondolja, ott a hullásság ki. Kiássák, de nem találnak semmit, Eliott Kárörvend, és a sajtó előtt égeti a hadnagyot, aki igen, igen csalódott Goldival együtt. Szóval ez egy igazából ez röviden elmondva, ez így olyan, mint hogy csak egy rövid kis történet száll, de ez. De ez így, több jelenet egy. Ez, ez sok jelenet, ez vagy 10 percig zajlott, 15 percig, ott van a kiesás közben a, a Goldi, tehát a volt feleség is. És még, bocsáss, meg előtte, még ugye járt, látjuk azt a filler jelenet sort, amikor próbálja elintézni el hogy. Hát a bürokrácia a, végigjá... a város. Végigjátszása az a legnagyobb jelenet számunkra megint. Ezt a több hogy... inget így van. De ez egy ugyanolyan filler, mint az, hogy most a Goldi hova lakta a Igen, sapkát. de itt benne van megint a Kalámbónak a kis embersége minden, hogy, hogy, ő nem a Jani, hanem hogy ő neki végig kell szenvedni ezt a rohadt, mocskos bürokráciát. Ő nem több nálunk, ő egy közülünk. Ő ugyanúgy végigjárja, végig szenvedi azt a bürokráciát, amit én múltkor végig kellett járnom, amikor eladtam az autómat, és el kellett mennem a kormányhivatalba lejelenteni. vagy És ugyanúgy végig... Igen. Tehát, és ő, ő nem, nem lobogtatja a hadnagy jelent amit már megbeszéltünk egy korábbi epizódunkban, hogy a hadnagy az nem, a, az nem egy kis őrmester, vagy nem egy konstábel, szóval a hadnagy az egy, az egy elég magas rang a rendőrségen belül, ő a kiemelt ügyekkel foglalkozik, lást felső tízzer gyilkossági ügyeivel szó, és ő nem, ő végigjárja, és ő találkozik azzal a... Bürokratikus eljárásrendel, ami mindannyiunk életét keseríti, hiszen elküldik az egyik szobából a másik szobába, onnan a harmadik szobába, tök fölösleges. De hát ott azért végül is rendőrként van, mert hogyha hát, ki akarsz ásatni egy alapot rendőrként, Persze. mert az a janút, hogy ott a hulla. Egyrészt, másrészt meg számomra azért érthetetlen, mert ez egy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül a városnak mindenképpen. Azért, ha ezt nyilvánvaló, hogy a felettesé jóváhagyásával csinálja, Persze.

oda a hivatalba. Azt elhiszem, hogy ez egy nagyon bonyolult folyamat, sok embernek rá kell rakni az aláírás, de azt nem hiszem, hogy a hadnagynak kell végálni a sort a, a hagyományos civilek között, órákon keresztül ebédszünetet kivárva. Igen, tehát nyilván ez ugyanolyan ö, forgatókönyvírói túlzás, ami jól néz ki nekünk, de a valóságban valószínűleg ez hát nem így nem Hát ezt szeressük őt, hogy érezzük, igen, hogy... Igen, 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 igen. Ez kicsit olyan, mint az amerikai filmekben, bocsáss meg, ez egy kicsit olyan, mint az amerikai filmekben, amikor jön a rendőr, akár Kalámbó, akár más, és akkor föltenne néhány kérdést, és most ne, most ne, hagyjon, menjen el, majd, mert legközelebb. Hát, ha itt most megkopogtatna a rendőrség, ezt már elmondtam szerintem több műsorban is, hogy bekopogtatna a rendőrség, velem akarna beszélni, és azt mondom, jaj, most nem, mert nekem azért izé, podcast felvételem van, hát én nem hiszem, hogy ezt olyan, ilyen könnyedén venni a rendőrség, tőled, aki egy rendőrségén is akkor meg. De úgyis, és ezt meg... belerakjuk, meg interjúval őket, de. Jó hogy ez számomra mindig érthetetlen. De hát a felső tízezer. Felső okay. tízezer, és tehát, hogy látjuk ezt a jelenet sort, hogy megszerzi az engedélyeket, ugye ez egy kockázatos lépés azért, hiszen Igen. mi van akkor, hogyha a tübingen, vagy hogy dübing, az vagy tübing, vagy mi? Tübing. tübing. Én, 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 én most mutam meg ezt a szót, a kedves hallgatóink is lehet, hogy most ezzel tübingnek hívják azt az alapján Betonalabzat. betonalapzatot, ilyen nagy, óriási tégla a test, vagy ilyen kocka alakú beton alapzat, amiből egy. Gondolom egy-egy egy toronyház alján gondolom van több száz, ami így tartja. Ez azért az 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 van áron, lapot. azért nem tudod, mert te nem nézted meg annak idén a, a metroépítés annak idén a magyar televízió volt, és ott, ott is beton beszéltek, amikor elhelyezték az Én ezt onnan hallottam, amikor a, 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 kettes metrónak az építéséről néző dokumentumfilmet. Igen, szóval ez egy kockázatos lépés, ott van a kivonul vagy 30 ember, egy csomó munkás, ki, ki kell emelni, aztán kézzel szét kell törni, vagy hát kalapácsokkal szét kell törni ezt a betonlapot. Hú, é, izgulunk, mi is, mint nézők izgulunk, hogy vajon ott lesz-e a hula, és tadám, nem. Én tudtam, hogy nem lesz ott, meg pedig azért, mert jó, nyilván persze kell a csavar, de ettől független is pont, mert itt viszont már Eliott arrogáns volt, tehát akkor ilyen ö, fanyar vigyorral odalöki neki, hogy kiássuk. Tehát, hogy odalöki neki, hogy na hülye gyerek, hát akkor ást ki. Tehát nekem annyira tényleg úgy tűnt akkor, hogy ő akarja belehúzni Kalambót a csőbe, és nem pedig esetleg fordítva. Hogy nem blöffel, ez egyértelmű volt, és így ország világ előtt bebizonyosodott, hogy nem volt hulla a tübingben, így Eliot megragadja az alkalmat, hogy a vidéki házban rejtegetett holtestet az építkezésre vigye, klasszikus zenei aláfestéssel autózik bó hullájával a csomagtartójában, amikor defektet kap. Egy rendőr áll meg segíteni, Eliot pedig majdnem lebukik, amikor a biztos segíteni akar kereket cserélni. Végül aztán sikeresen megérkezik az építkezésre, ám ott már Kalambó hadnagy és a rendőrség várja. Már ma, ma végre, végre, gyakorlatilag az előző életben megtudjuk, hogy Kalambó ugye a Sógorás, Kalambó sógora egy ügyvéd, és kiderül, hogy Bó effektíve halála az tényleg nem jó deal Elliotnak, Viszont, ha Bó eltűntnek van nyilvánítva, tehát magyarul a holttest nem kerül elő, akkor ugye a törvények szerint Bó Élőnek minősül, és ebben az esetben viszont a feleség tényleg rendelkezhet a vagyona felett, és tényleg felépülhet Williams Williamson City. Tehát, hogy itt már megtudjuk, hogy ö, a gyilkosnak tényleg az a célja, hogy a holttest a büdös élben ne kerüljön elő, maradjon csak idézielben élő. Bo Williamson, miközben tudjuk, hogy nem Nekem az... nem tűnik reálisnak, hogy lenne annyi pénze Bo Williamsonnak, még ha minden befektetését pénzét tennék akkor is, hogy megépítsen egy ekkora városrészt. Vagány szemüveg. Figyelj, még az autója, ne viccet, hát a kedilekje volt, a kedileknek a, a logója helye, vagy elől az embléma helyett egy ló volt. Hát a kilincs is egy ilyen lavas pisztoly volt, ne mit, ez olyan burzú volt, mint az állat. Na jó, burzsúj, burzsúj, én ezt értem, de én akkor is, ez egy, szerintem egy szinte gazdagabb emberekről, tehát egy szinte gazdagabb emberek, akik meg Szaúd-Arábia csinál ilyeneket, Ez meg Dubai. Milli, amerikai, texasi milliómos volt. Hát nyilván olajból volt pénze, de Azt én ezt akkor is túlzásnak találom. Egyébként mondtad a, 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 rendőr, a rendőr, tehát a rendőröknek nem volt CB rádiók akkoriban, mert ugye a, az volt, hogy a pótkerekem Lukas, úgyhogy ne is nyissuk ki a csomagtartót, és akkor a rendőr azt mondta, hogy jó, akkor küldök majd segítséget, és elment. Tehát, hogy szól valakinek, hogy nem volt CB rád, akkoriban már rég volt CB rádió 70-es években. Fura, hogy a rendőrnek nem volt. Biztos volt, csak otthon föl, benfelejtette az őrösen, <sítható> <leverítom akkor> <sítható> kellett az, hogy végül is ugye le tudjon lépni Persze, a... nyilván. ...eljött. Biztos volt. Ez a jelenet egyébként, ahol megállítja egy rendőr, és ugye azt mondja, azt hazudja a gyilkosunk, hogy azért nem akarja kinyitni a hátsó csomagtartót, mert a pótkereke is kivallukadva, és az is le van eredte. Kicsit sem volt gyanús az, hogy viselkedése. Kicsit sem volt gyanús, igen, egyetértek. Ott pillanatban jut eszébe. De, de képzeljétek el, hogy ez nem ebben a részbe lett volna. Ez a gyilkosság receptre forgatókönyvében szerepelt eredetileg, csak a, ott viszont már túl hosszú lett volna a rész, kifutottak volna a 115 percből, úgyhogy kihúzták, és itt felhasználták ebben, a, ebben a, az epizódban. Azért annyira nem volt jó jelenet, hogy ezt így nagyon föl kellett volna használni. Úgy látszik, valaki szerette valamelyik író a kettő közül, a két során érkező. Szerintem sem, ennek semmi különösebben. De, de, annyiból, de annyiból jó volt, hogy volt... Bocsánat, hogy összekukáztak -e egy jelenetet? Sok jelenetet? De a tehát azt nem tudom, hogy tehát nyilván előrébb nem vitte a sztorit, de nagyon jó suspense volt. Tehát ez jól volt megrendezve, tényleg nem, nem tudtuk, hogy akkor most le fog bukni, és így lesz vége a résznek, hogy a rendőr lebuktatja, vagy meg kell egy, még egy embert ott helybe azért, hogy meg, megpróbálja megúszni. Tehát a suspense az jó volt. Aha, az, az izgalomfaktor miatt rakták Igen, bele. izgalomfaktorként jó volt. Tényleg benne volt egyébként, hogy itt megdőlhet azért. Ez elég kínos, hogy egy hullát, egy, hát és már jó, egy jó néhány napja ott ö, aszalódó hullát szállít az a csomagtartóban. Az éjszaka kellős közepén. Már ott vagyunk az építkezésen, ugye? Hát már vége van már. Már vége van, tehát hogy gyakorlatilag tudjuk, hogy most már tudjuk, hogy Kalambó ezt ö, szándékosan ö, csináltatta végig, hogy, mert ahogy mondta, ugye a legjobb uh, rejtek hely az, amit egyszer már át, átnéztünk, és nincs benne semmi. És uh, nekem itt van egy kulcs beszélgetés, amiről mi nagyon sokszor, uh, uh, amire nagyon sokszor utaltunk, hogy ugye mindig erről szól a Kalambó és a gyilkos közötti történet, hogy ők játszanak egy ilyen táncot uh, lejtenek egymással, és itt meg is történik konkrétan ennek a kimondása, amikor uh, a Eliot megkérdezi Kalambót, hogy akkor miért ásatta ki, ha tudta, hogy ott nem lesz a hulla, és Kalambó válasza, ez hozzá tartozott a játszmánkhoz. Tehát itt annyira benne van tényleg amit mi mindig mondunk, hogy, hogy ez egy tényleg egy, egy keringő, egy tánc és, 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 a Kalambó között, és nekem nagyon tetszett, hogy, hogy ezt kimondta, Áron pedig itt hagyott minket. Nem egy De jó, minket. hogy ezt most ilyen vághatatlanul belemondtad. Köszönöm! Igen. Ez az. De máskor meg sokkal jobban látjuk ezt a táncot. Igen, de attól még tök jó, hogy ki is mondta. Nekem tetszik, tetszik, az, ami, tehát, hogy nem csak mi érezzük azt, vagy éreztetik velünk, hanem, hanem így oda is tolják nekünk, hogy ott van. Én egy dolgot még, még szeretnék kiemelni annál a résznél, amikor kiássák a tübinget, de nem találják meg a hullát. Ott nagyon szépen ki volt tartó az a kép, hogy szegény Peter az az Kolombo, ott áll egyedül abban a gödörben, tök egyedül, lehajtott fejjel, szépen volt tartva az ellenszót, szóval ott, 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 ott lehetett együtt érezni az, hogy ó, hát azért nem könnyű az ő élete sem. És be is rektelte rendesen utána egyébként. Később lesz egy hasonló rész, Kalambó Farkast kiállt. Sokszor találkozunk ugyanazokkal a momentumokkal, vagy, vagy dolgokkal a különböző epizódokban. Ez azért volt egyébként tényleg jó, mert itt, itt, ha te ezt a részt először láttad, akkor tényleg nem tudhattad, hogy ez egy játszma része volt, mert tényleg nagyon úgy volt megrendezve, hogy itt Kálámból nagyon beégett, és most ő tényleg itt elvesztette a fonalat. Mert ahogy mondta, tényleg ott állt magányosan fejet leszegve, de nekem ettől függetlenül muszáj Eliottnak neki mennem, hogy ennyire amatőr béna nem lehet valaki. Tehát, hogy ekkora játékos vagy, elülteted a nyomozóban a gyanút, hogy elástam, és bebukik. És rögtön az első dolgod. Oké, okay, hogy ez egy nagyon jó ötlet, hogy oda teszed, ahol már egyszer megnézték, de közben meg azért benned, le benned lehetne az, hogyha ő egy húsevő növény egy ilyen gondolatos ember, akkor te rögtön az első pillanatod az, hogy jó kiástuk, akkor azon az éjszakán rögtön errejtem a hullát. Tehát, hogyha nem akarok megint tanácsot adni, de ha vártál volna két-három napot, annak a hullám már úgy is kuk mindegy. Szerintem nem lehetett tudni. Szerintem ugyanúgy benne volt a pakliban, hogy másnap föl ássákotta a vidéki házat is, vagy fölkutatják a vidéki házban hát, minden centiméterét. Szóval erről a, erről a senki nem is tudott, hogy van. Azt, gondolhatja, azt gondolhatta, hogy Kalambó a nyalogatta a sebeit otthon, szomorúságában. Én, 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 akkor magamból indulok ki, én, ha, én, ha gyilkos lettem, vagy sem, én biztos, hogy aznap gyakorlatilag meg sem otcanok. Tehát mint a kis angyal. Én, én azt gondoltam volna, hogy most Kalámbótól biztos elvették volna az ügyet. Megvárom akkor. Tehát én biztosan mentem volna. Hát te szerintem ez, ez, így nem lehet előre ezt. Belülni. Jó, hát én csak a magam véleményem. Megmondó én kapitány. Engem, engem, ez zavart. Engem ez zavart. Említetted, hogy én, aki elsőként láttam, hogy nekem akkor ez milyen volt. És... De akkor ez neked abszolút első volt? Ez persze, lesz, persze, Aha. persze. És uh, ez működött, és abban a pillanatban, amikor, amikor, kiderült, hogy nincs ott a hulla, akkor viszont én már tudtam, hogy hogy lesz vége. Tehát, hogy, hogy akkor nekem Tök egyértelmű volt, hogy oké, okay, éjjel oda fogja rejteni, hiszen kétszer nem ásvák fel, tehát utána az egész összeállt, az egész plot, de, de nekem abszolút működött az, hogy aha, hát itt nagyon meg lett szivatva a, a, a kalámból. Amikor kiderült, hogy hogy nincs meg a hulla, akkor még arra is gondoltam, hogy jó, itt, itt nyert a, a, a gyilkosunk. És nem gondoltam akkor még, hogy Kalambó ezt tudatosan hagyja, hogy besétáljon a csapdába. És amikor éjszaka láttam, hogy éppen berakja a kocsiba, és megy vissza a hullával, akkor viszont tudtam, hogy a nem, itt a Kalambó okosabb volt ennél, és ő arra vár, hogy, hogy, hogy hibát kövessen hát el a, gyerekos, a, hintába. Igen, beülteti a hintába. Szóval ez működött. Tehát, tehát maga a, ez, a, ez, az okossága ennek az epizódnak egyébként szerintem működik. Sokszor nézünk Kalámból, sokszor látunk, de nekem nagyon érdekes a részben, hogy gyakorlatilag a holtest, effektíve, hogy van holtest, az gyakorlatilag ez egy 1 óra 15 perces rész, és gyakorlatilag az utolsó ötödik percben vagy. Tehát, hogy nem, nincs, tehát úgy van megint gyilkossági nyomozás, hogy most nem azon, hogy a 40. percig várunk a holttestre, mert volt már, hanem gyakorlatilag a legvégén ö, kerül elő. Nem tudom, hogy hány ilyen kalambó részt vesz, majd erről oda fog figyelni, de ez nagyon, nagyon érdekes nekem, hogy gyilkossági nyomozást folytatunk úgy, hogy nincs holtest. És ö, egy, egy kalambó jelenetet még nektek vagy mindenkinek, hogy amikor elment a, 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 szív, a szívdokihoz, Bó helyett, és nem, nem, kivizsgálásra jöttem, akkor ott ugye tüzet kér az orvostól Kalambó, hogy szivarra rágyújtson. És mondja neki a, szív, a doktor, hogy hát egy szívspecialista szí, szí specialista mondja önnek, hogy szokjon le róla. És ha észreveszitek, onnantól kezdve ebben a részben Kalambó nem szivarozik. Nem gyújt rá egyszer sem, olyannyira, hogy a legvégén, amikor a gyilkost elviszi a rendőrautó, akkor ő rá akar gyújtani egy szivarra, és ahelyett, hogy rágyújt, inkább maga elé néz, ledobja a földre és eltapossa. Tehát itt egy dohány ellenes, első Dohányellenes kampány megjelenik. De érdekesség, hogy tényleg az egész részben onnantól fogva Kalambó nem szivarozik, és a saját autója nem szerepel ebben a részben, mert folyamatosan más rendőrautóval van. Igen, érnezi. azt nem tudom, hogy mennyiben dohány ellenes. minden esetre az, valóban az első évad úgy van vége, hogy az egyik ikonikus eszközétől Kalambó megszabadul, azaz ledobja a földre és megtapossa a szivarját. Így és így van vége. Igen, vége. Ez azért elég fura nyilván, gondolom én, nagy spoilert nem árulok el, hogy a második évadban attól ugyanúgy fog szivarozni. Sőt, a összes többi be is. Igen. A műsorunknak is vége van nem csak a Kalambó epizódnak, úgyhogy kérlek, uraim, értékeljük ezt a produkciót. Most Áron kezd, igen. A Én kezdjem én. Én, én, krimiként én bírom, tehát én, én, én megadom neki a 6 pontot, azaz, amikor a not good, not terrible, tehát ez a, minden mind rendben van vele, ez nekem a tízből a... 3,6. Igen, igen, igen. Viszont őszintén szólva, én Kalambóként kicsit elégedetlen voltam vele, nekem hiányoztak a rendezői flickflakkok, az okos, ügyes operatőri megoldások, az izgalmas vágások. Szóval nekem ezek hiányoztak belőle, ez egy nagyon jól megcsinált, korrekt Kalambó epizód volt ilyen értelemben. Eh, Hogy visszakanyarodjunk az elejére, lehoztak Kalambó, mint rendező a részt. Tehát nem bukott bele, pedig e, így. Az, azt több helyen megtaláltam, hogy ezzel a szándékkal adták neki ezt a nehéz forgatókönyvet, hogy bukjon bele a rendezésbe. Tényleg az a rész, amikor ki kellett ásni, ott tényleg 30 ember nyüsgött azon a területen, darus kocsival, minden. Tehát, hogy ez egy elég bonyolult logisztikai feladvány. Nem bukott bele, de nem is lett szerintem különösebben jó, vagy izgalmas ez a rész. Tehát én 5 pontra értékelem, mint kalambóra epizódot. Egy krimiként... Azért adok neki hetet, ami tudom, hogy indokolatlanul magasnak tűnik, de mindig megmagyarázom Ádám pedig ö, rázza a fejét, nem baj. Mert én mindig nézem azt, hogy mi a, mi a gyilkosság konkrétan, tehát hogy történik a gyilkosság. És uh, itt, itt nagyon sok okos húzása volt a gyilkosnak, leszámítva az utolsó pillanatban, hogy előhozza a holttestet. tehát az, hogy elparkoltatja valahol, senki nem keresi, el akarja tüntetni, betonozni, tehát hogy ezek nagyon, nagyon jó ötletek, és itt nagyon sokáig tényleg úgy volt, és el is velünk, hogy ebbe bele fog bukni Kalambó. Tehát én ezért mondom azt, hogy hét, mert ez egy nehéz ügy volt ilyen szempontból, mert holtest nélkül baromi nehéz gyilkosságot ö, ö, kinyomozni és kitalálni. Kálámbó részként pedig hát hat körülre mondanám, mert, mert csak megoldott. Tehát nekem kicsit néha hozza az egyik a másikat. Itt is hozza az egyik a másikat. Lehet, hogy nem vagyok olyan következetes, mint Ádám, aki meg szigorú, de hát azért vagyok itt, hogy ne az Ádám legyek. Ugye tízes skálán értékelünk, krimiként és epizód epizódként, úgyhogy én ebben középutas leszek most ezúttal, és 5-5 pontot adok a kedves versenyzőnek. Ezt kerestem, ebből ki lesz a kedves. Nem, az inger ment ez az epizód nem igazán éri el. Nem, nincsenek benne nagy alakítások, nincs benne valami extra, amit a Áron is mondott, valami olyan vágás, vagy beállítás, vagy bármi, amiért ez így különösebben akár utálhatnám jobban, vagy akár szerethetném jobban, úgyhogy ötöt -öt pont. Így, így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy figyelmetekbe ajánljam a december 21-én induló szomszédok podcastünket, valamint hogy nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjak minden kedves hallgatónknak. Kálambó podcasttel legközelebb február 26-án jelentkezünk, akkor a Fekete Etű című filmet beszéljük majd ki. Kubatovics Áron, Gizur, Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. A kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.